A tematika kapcsolódott Kovács Malvin személyiségéhez, aki Zalaegerszeg első gimnáziumi lánytanulója és első doktornője volt. Rendelőjét 1914-ben nyitotta meg. Praxisra elején nagyon bizalmatlanok voltak még a férfiak vele szemben, úgyhogy Kovács Malvin elsősorban gyermekek és nők gyógyításával foglalkozott. Hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy kiépítse azt a bizalmat, hogy a férfiak is bátran járjanak hozzá a rendelőjébe. Gasztonyi Beáta széleskörű kutatást végzett az orvosnők mai helyzetéről, melynek eredményét korábban egy orvoskongresszuson mutatta be. Ezt az előadást most a múzeumi rendezvényen hallhatta először a civil közönség. A 21. században nem könnyű orvosnőnek lenni. Orvosnak se, nőnek sem, és orvosnőnek meg egyáltalán nem. De nagyon jó, hogy a 21. században olyan technikai fejlesztések vannak, olyan ismeretanyag, olyan diagnosztikus lehetőség, ami nap mint nap kihívást jelent számunkra, és ez inspirál a mindennapokba. A nőként nyilván nem könnyű, nekem is vannak gyerekeim, akiket nevelek, ugyanúgy vezetek háztartást, ugyanúgy egyetemista lányom, szeretnék én is pihenni, hobbim is lenne, de ezekre kevésbé jut időm. Nem könnyű, de azt gondolom, hogy van miért csinálni mégis. Március 8-án a nőnapon a kurátorok, Béres Katalin, Erős Krisztina és Kis Nóra mutatják be a Nőnek lenni akkor és most című tárlatot. Március 20-án a korábbi tematika szerint folytatják a sorozatot. Az érdeklődők betekinthetnek Sali Viktorné műtermébe, aki férje halála után 1917-től három lányával együtt vezette fényképész vállalkozásukat. 21. századi párja Pejkóné Szandbauer Márta fényképész lesz.